Szeretetek, köszöntelek benneteket, Palavics József vagyok, vagy Pajó. Egy jó fél éve talán nem töltöttem fel videót az istentiszteletekről, majd ezt fogom pótolni. Most újra szeretnék néhány, most nem gyülekezetben vagyunk, csak egy, egy szobában, és szeretnék a, a néhány gondolatot megosztani veletek, ami a szívemen van. Úgy hívom ezt, hogy a szellemi, szellemi, halott feltámasztást, vagy, a, vagy, ébresztő címet adtam ennek a, a ennek a néhány gondolatnak. A, a Pálapostól volt, amikor mindjárt ismerik a, azt a történetet, amikor ő találkozott Jézussal azon a damaszkuszi úton, és amikor ő erről beszélt később, hogy mi történt vele, ő így mondja, hogy ezt mondta neki az Isten, hogy megnyissad a szemeiket, hogy a sötétségből világosságra és a sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy bűnneik bocsánatát és a megszenteltek között osztályrészt nyerjenek az én bennem való hit által. Majd ezt később ő maga így mondja el a saját szavaival, ez az Efezusiakhoz írt levélben van, hogy ő neki az a küldetése, hogy megvilágosítsa mindeneknek, így fejezte ki egyszerűen. Tehát a, látszik az, hogy a pál azt mondta neki az úr, hogy nyissa meg az embereknek a szemét. Azért, mert ugye valószínű, hogy be volt zárulva az embereknek a szeme, azért mondom úgy, hogy ilyen, ilyen a szemfedőt, ugye, a, amivel a halottat leterítik, ugye az a szemfedő, hogy azt mozdítsa el a, az emberek szeméről. Ugye ez a szemfedő akkor került rá az emberiségre, amikor amikor elhitte egy hazugságot magáról a kertben az éva, ugye, meg az Ádám is együtt, amikor elhitte azt ő magáról, hogy nem olyan, mint Isten. Ugye ez volt az a hazugság, ami arra vezette őt, hogy evett a jó és a rossz tudásának a fájáról, és akkor így írja a Biblia, hogy megnyíltak a szemei, és onnantól kezdve. Az, hogy megnyílt a szeme, onnantól kezdve ő elveszítette egy dimenziót, most így mondjuk, hogy elveszítette azt, hogy Istennek a dicsősége lenne a gondolataiba, vagy, vagy hogy látná azt, amit Isten látott ő rajta kereszt, vagy vele kapcsolatosan. Ő is látta ugyanazt a dolgot. Abban a pillanatban, ahogy bejött ez a vakság, úgymond az életébe, onnantól kezdve csak azt látta, hogy, hogy van teste, meg van lelke, és elkezdett az egész gondolkozása torzulni de most nem akarok erről beszélni, ezt mindenki tudja, hogy, hogy akkor ez történt, hanem ebbe az állapotba került az emberiség. És eljött Jézus Krisztus, nem azért, hogy egy újabb vallást alapítson, és egy jobb egy még kifinomultabb ilyen erkölcsi rendszert, amit még nehezebb teljesíteni, hanem egyszerűen azért jött, hogy ezt a leplet, ezt a fájtlat lehúzza az embereknek a szeméről, az embereknek az elméjéről, ami nem, nagyon sokba került neki, én most nem arról beszélek, hogy meghalt a kereszten, és ott mi történt, hanem az, hogy, hogy ez volt a lényeg, hogy újra az ember lássa azt, amit előtte látott. És ugye így mondja a Biblia, hogy hogy az az élet, ami ő benne volt, ez az, ami megvilágítja az embert. Itt semmiféle vallásról nem volt szó, itt arról volt szó, hogy az Istennek az élete az eljött Jézus Krisztusban, és ez az élet ez világosságot ad. Ez furcsa, meg nehéz érteni az elménknek, mert az elménk annyira cselekedetekben gondolkozik, hogy állandóan valamire akarunk gondolni, hogy mit kell csinálni az embernek. Ezért hozta létre az emberiség a különböző vallásokat, mert valamit csinálni akart állandóan. De Jézus úgy jött el, mint az élet, mint egy dinamikus, lüktető valami, aki ő maga, az élet, és ez az Élet világosítja meg az embert. Minél jobban a gondolkozásunk megszabadul attól, hogy azt gondoljuk, hogy valamit tennünk kell ahhoz, hogy Istenhez közelebb kerüljünk, annál inkább csak látjuk azt, hogy Isten már mindent elkészített meg, meg mindent, mindent megtett. Sokszor van szó, hogy a keresztényekben, hogy ébredésre várunk. És az ébredés alatt azt szoktuk érteni, hogy sok ember megy egy helyre, és akkor sok ember hisz Istenbe, és akkor van valami mozgalom. De nagyon sokszor, ahol sok ember össze, összejön, nagyon sok rossz dolog történik. És tudunk sokféle ilyen olyan politikai, meg egyéb mozgalmakat, ahol rengeteg ember összejött, és attól, hogy sok ember összejött, attól az nem volt igazán ébredés. Az igazi ébredés az, amikor az ember felébred, amikor az embernek a szeme szeme kinyílik, és ráébred valamire. A legnagyobb ébredés az, amikor a legnagyobb igazságra ébredünk rá. És a legnagyobb igazságra akkor ébredünk rá, amikor a legnagyobb hazugságból felébredünk. És a legnagyobb hazugság az egész történemben az volt, amikor az ember elhitte azt, hogy ő nem hasonlít az Istenre. Ez volt az a hazugság, amiből Jézus jött és megszabadította az ember. Szeretnék egy igét felolvasni, ez egyik kedvenc igém, az összes igé egyébként a kedvencem, de ezt nagyon szeretem, Különösen ez a Pálapostól az első korintus beliekezét levélben a 15. rész 34-es vers, azt mondja, hogy serkenjetek fel igazán. A serkenjetek fel igazán, az az ugye így fordította a Károli, valami olyasmit jelen érthetünk ez alatt, hogy húha, nagyon-nagyon igazán ébredj most rá fel, vagy, vagy szedd össze magadat gyorsan. Ha megnézzük, hogy mi volt ideírva igazából, a serkenyetek fel, az a szó azt jelenti, ez a görögben az eknéfó, ami azt jelenti, hogy ébredjetek fel, hogy felrázni magadat egy álomból, ami a, a, az ek az a bolből, a néfó az pedig azt jelenti, hogy, hogy józannak lenni, távol tartani magadat a bortól, maradj józan, legyél diszkrét, legyél éber. Tehát ö, ilyesmi módon használják még ezt a néfót, hogy a részegségből térjetek vissza, vagy visszatérni az elme józanságához. Tehát amikor a Pál azt mondta, hogy serkenjetek fel, akkor azt mondta, hogy józannodjatok meg. Rázátok ki az elméteket ebből a ebből a, az alvó állapotból, ebből, a, ebből az álmosságból, ebből a... Ez olyan egy kicsit, mindenki volt már álmos, amikor felébredt, a, felébredt reggel, ugye, a kitántorok, hogy kávét csináljunk így, úgy kitántorok. Tehát egészen addig, amíg, amíg vissza nem térsz teljesen az éberségre, valahogy ilyen kábán vagy. Most nem beszél arról, amikor az ember alszik. Így mondja a Biblia, hogy az emberiség egy ilyen alvó állapotban van, egy ilyen kába állapotban, nem józan, nem olyan, mint hogyha be lenne rugva, azért, a, ami, ami, a kertben történt, amiatt a szemfedő miatt nem lát tisztán az ember. Na most, azt mondja Pál, hogy ébredjetek fel igazán. Most ez az igazán, ez nem azt jelenti, hogy rendesen, most már rendesen szedjétek össze magatokat. Ez az igazán, ez egy kulcs cool a Bibliában, amiről nagyon sokat szoktunk beszélni, ez a megigazultság. A Pál azt mondja, ébredjetek rá a megigazultságra józanodjatok vissza a megigazultsághoz. Térjetek vissza az elmétek, legyen józan a megigazultságra. Ez a, a, görögben ez a, itt a dikajosz van, de maga az egész szó az a dikajosz Ami azt jelenti, hogy ez a ez egy, az angolból ugye ez a righteousness szó fejezi ki, ez egy régi anglo-saxon szóból ered, ami azt jelenti, hogy, hogy right ami azt jelenti, hogy valami bölcs abban, ami jó, vagy bölcs abban, ami helyes. Tehát a, a az azt jelenti, hogy a dikéből jön, hogy két fél hasonlónak ismeri fel magát. Isten bölcs volt abban, amit helyesen tett, vagy bölcs volt abban, ahogyan jól elvégezte a dolgát, vagy két fél hasonlónak ismeri fel egymást. Ébredjetek rá arra, hogy Isten jól elvégezte a dolgát. Ébredjetek rá arra, hogy két fél, már mint Isten, és jó esetben te is, hasonlónak ismered fel, fel, fel magadat ővele. Ezt mondta a Pál, hogy erre ébredjetek rá, mert ez az a ráébredés, ami előzi ezt a, 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 ezt a álmos vagy stuporózus állapotot, ezt a bamba állapotot, amikor az ember nem tudja igazából, hogy merre vagy jobbra, balra, mindenféle össze-visszaságokat követ. Istennek az evangélium az arról szól, hogy Isten mindent helyesen megtett a keresztel. A, a, a kereszt az egy sikertörténet volt, ott mindent jól megtett. És azt akarja, azt mondja a Biblia itt e, ezen a részen, ugye, hogy erre ébredjetek rá. Nem kell semmi tovább homályban tévejegni és össze-vissza gondolkozni, mert amíg erre nem ébredsz rá, addig az elméd ugyanabban a, ugyanaz a lepel alatt van és egy valamilyen vallást fogsz létrehozni. A vallást az ki, amikor ráébredünk arra, hogy Isten Krisztusban mindent helyesen megtett veled. Úgyhogy teljesen tökéletes vagy, ártatlan is, és, 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 tiszta vagy. Tehát ez a, erről szól ez az ige, és Pálapostolnál lehet látni az imáiban, a minden tevékenysége arról szólt, mert Isten erre küldt el, hogy nyissa meg az emberek szemét arra, hogy lássanak, hogy teljesen világosan azt lássák, amit Isten lát, amit Isten elkészített. Az Efezus 4-ben van, talán a 4.18-ban az az ige, hogy, hogy amikor minnyáján eljutunk arra az ismeretre és arra a hitre, ami Istennek van. Nem a, Istennek nem az volt a célja, hogy mindenkinek legyen valami véleménye erről vagy arról, hanem azt, amit ő lát, mert ő látja egyedül helyesen, nem én látom. Tehát én nem azt mondom, hogy, hogy ahogyan én látok, az a helyes, de azt tudom, hogy ahogyan Isten lát, tehát ahogy ő gondolkozik, amit ő hisz, az egyedül a helyes. És amikor csak kezdjük kapizsgálni ezt bármelyikünk, akkor ab, azon a ponton kezdjük érezni azt, hogy én egy vagyok te veled. Ez az egyetlen lehetőség arra mindenkinek, hogy igazából egységben tudjuk lenni. Semmilyen más filozófia, vagy vallás, vagy bármilyen gondolati áram nem tud bennünket egyéteni. Ez az egyetlen olyan pont, amikor felismerjük azt, hogy mi minnyáján igaz emberek vagyunk azért, amiatt, amit Isten tett, ő miatta, ő így gondolja, ő erről van meggyőződve. Ha mi is ezt így elfogadjuk, és erről vagyunk meg meggyőződve, ez megváltoztat bennünket. Megváltoztatja, hogy egymást nézzük, megváltoztatja azt, ahogyan egymással beszélünk. A, sokan gondolják, hogy az a szellemiség vagy az a szellemi ember, aki szellemekről beszél démonokról, meg angyalokról. A, a, talán a második Péter levél mondja egy helyen, hogy, hogy a, az ószövetségi profétákban levő Krisztusnak a szelleme beszélt erről az üdvösségről, erről az evangéliumról, ami megjelent Krisztusban. Nem tudták, hogy mikor, meg hogyan, de beszéltek róla. És azt mondja az ige, hogy az angyalok kívántak betekinteni ebbe az evangéliumba, amit az égből küldött Szentlélek által hirdettek az apostolok. Gondoljátok bele, az angyalok akartak beletekinteni, de nem tudtak. Angyalok. Az angyalok, akik látják a szellemvilágot. Szóval mit jelent ez? Nem az a szellemi dolog, hogy látsz angyalokat, vagy tudsz az angyalokról. Az ördög is tud róla. De nem ez a szellemi élet. A szellemi élet az, amikor, amikor érted az evangéliumot, amikor látod az evangéliumot. Az evangélium pedig Istennek a megigazítása. A Róma egyben így mondja, hogy az evangéliumban az Isten megigazítása jelentetik ki. Tehát az, hogy Isten igazzá az embert. Amikor ezt kezded érteni, így kezdesz magadról gondolkozni, magadat látni, így kezded a másikat látni, ez az Isten országa. Azt mondja, hogy az Isten országa az megigazultság. Akkor jött el az Isten országa, amikor ezt kezded így látni, kezdesz így gondolkozni, és így kezdesz viszonyulni másik emberekhez. Ez a lényege, én úgy gondolom, ez a lényege az evangéliumnak, ez az Isten országa, és a pálapostól ezt hirdette, hogy erre ébredjen rá mindenki. Ez az az üzenet, ami elveszi a szemfedőt, ami a halottból, abból az alvó állapotból élőt teremt, amikor kinyílik a szemed, és elkezded látni, érezni az Istennek az evangéliumát. Ámen. Köszönöm szépen.